Jó napot kívánok, kedves nézők! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon nagy kérdés, hogy vajon a Kisvárda meg tudja -e nehezíteni a Dunaújváros dolgát. Sok minden elhangzott itt a bevezetőben, de azt valóban magam is meg tudom erősíteni, miközben itt a Dunaújvárosi Kohász csapatának az összeállítása, hogy ez a csapat már, mint a Dunaújváros, a harmadik legkevesebb gólt kapta a bajnokságban, és ezt kiemelte egyébként Kovács Péter is, hogy az ő védekezésük mindenféleképpen nagyon jó. Lehet, hogy becsúszott az a Vác elleni vereség, lehet, hogy még nem játszottak a legnagyobb ö, csapatokkal, az Ravko Ezzel együtt azért a Kohásznak van egy nagyon stabil védekezése, amiből aztán sok mindent lehet majd csinálni. Kovács Péternek pedig, aki a Kisvárda mestere, és akinek itt van a csapata a képernyőn, elég sok problémával küzdött. Kezdve ott, hogy amikor átvette a csapatot, saját bevallása szerint sem nagyon ismerte őket. Aztán jött ez a bizonyos hullámvölgy, amit muszáj volt egy tisztázó beszélgetéssel lezárni az egykori világválogatott, sokszoros magyar válogatott világbajnoki ezüstérmesnek, és ráadásul Oléna Umanyecnek a térdével sincsen minden rendben. Kékes Csaba és Kékes Pál nagyon Rangos játékvezetői páros fogja majd dirigálni ezt a mostani összecsapást. Visszatérve Umanyecre, a héten Győrben volt az Eto csapatorvosánál, aki megvizsgálta és megállapították, hogy porcleválás van a térdében, ezért van állandóan bedagadva, úgyhogy kettő mérkőzést engedélyeztek neki a hátralévő két találkozót, és utána megoperálják a térdét, amilyen gyorsan csak lehetséges, és valószínűleg 6-7 múlva lesz majd ismét hadrafogható Umanyec. Úgyhogy ő az kisvárdaiak egyik erőssége, aki porcleválással a térdében játszik. Nagy kérdés, hogy mire lesz majd képes. Pirosban a Dunai város, ők védekeznek, és feketében pedig a kisvárda kezdi el a mérkőzést, és éppen Umányecnél volt a labda, akit balátlövő poszton szerepel. Kucserova irányít egyébként a hazaiaknál, akik nagyon készültek erre a televíziós találkozóra, és szeretnék megmutatni, hogy mit tudnak frissen fölkerülve az MB1-be. Megvolt ott a rés, azonban megvolt az első védés is. Kovács Péter azt mondta egyébként, miközben Oguntoje védését láthattuk, hogy Mátéfi Eszter szakmai igazgató hívására érkezett Kisvárdára, és az ő személye és neve garancia volt arra, hogy itt tud jó munkát végezni. Umányec kezéből elsőre kiesett a labdot, meglehetősen sűrű a védőfal, és ének sikerült másodszorra is védenie. Nem született tehát meg az első gól a találkozón, legalábbis kisvárdai részről. Biztosan nem, egy lágy ejtés a kapufára Dávid Azaritól, továbbra sincsen gól, pedig már egy perc is elment. Egyébként a kisvárda az előző fordulóban hattal kapott ki a Siófoktól, a Dunajváros pedig a Váctól szenvedett 26-23-as vereséget. Julia Kucserova lövésével megvan az első gól. Mint ahogy itt van rá azonnal a válasz a másik oldalon, nem sokáig vezetett a kisvárda, ráadásul egy sárgalapos figyelmeztetés is, Kovács pedig megkezdte a gólgyártást. Csak halkan jegyezném, hogy az NBA egy góllövő listájának első tíz helyezettje között ketten vannak a Kisvárdából és ketten a Koházból. Kovács Anna 40 góljával harmadik a góllövő listán, ő ugye a Dunajvárosban játszik. A hetedik helyen Rocsá a kilencediken Kucserova a Kisvárdából 33 és 31 góllal hat meccs alatt, és a Dunajvárosi Micsijevics had mérkőzésen szintén 31 gólt lőtt, ő a tizedik az nb egy góllövő listáján. Umanyec szépen tört be, és hát térsérülés ide vagy oda, azért becsülettel teszi a dolgát, Oléne Umanyec. A koházt csak az érd és a győri Audi Eto előzi meg a bajnokságban, és a kisvárda pedig a nyolcadik helyen áll. Mögöttük a Moson Magyaróvár, az MTK Budaörs, az Alba, a Békés Csaba és az Elios Kispest is. Egy nagyon szép egyéni megoldás, és meglehetősen szellős volt most a kisvárdának a védekezése. Ezt köszönte szépen Szalai, aki betalált, és ő is megszerzi az első gólját. Aztán egy blokkolt lövés a másik oldalon. Nagyon szépen ugrott oda Kovács. És már is itt van a harmadik városi gól. Ennek a szerzője Rácz Vince Melinda. Egyelőre úgy tűnik, hogy meglehetősen lassan rendeződik vissza a kisvárda védelme, nem elég kemények, nem elég feszesek védekezésben, és akár gyors indításból, akár ilyen félig meddig felállt védelem ellen, vagy ö, még nem teljesen felállt védelemmel szemben is a Dunajváros eredményesen tud támadni. Szabad dobás, Umanyecnek a kezét fogták meg. Kucserova, most indulnak el majd a mozgások, Umanyec megint mellé durrantja a labdát, nem tud indítani Oguntoje. Megnézte magának a bal szél, de aztán az arc mozdulatából lehetett látni a mimikájából, hogy ezt nem fogja bevállalni. Van viszont helyette megint egy betörés Szalaitól, aki már szerzett egy gólt. Van egy kettő perces kiállítás, és lesz egy 7 méteres is. Ez azt jelenti, hogy ember hátrányba kerül majd a kisvárda. Szalai nagyon szépen indult meg, és ugyanazt tudom mondani, hogy megint szellős volt az a fal, Umanyacet kiállították, nézzük Kovácsot, aki belövi. Ez tehát a második gólja. Az előző mérkőzésen a Váci meccsen 7 gólig jutott Kovács. Ez volt az a bizonyos tévés mérkőzés, amit közvetítettünk. És ő volt a csapatának a legjobbja. Mellé csak Micsijevics tudott fölnőni, legalábbis góllövésben, aki négyet dobott, gyakorlatilag ők ketten dobták a csapat összgójainak a felét. Ezúttal bízik irányít bent középen, a Kisvárdában. Umanyec. Akkor mégsem őt állították ki. Azt hittem egy pillanatra. Ott a gyors indítás közben, ráadásul ugye üres volt a kapu. Oguntője megpróbálta lehetetlen tulajdonképpen, és hát az a ritka pillanat, fordul elő, amikor egy kapus neve mellé is be lehet vésni egy rovátkát a gollövő rovatban. Még egy percig ember hátrányban a Kisvárda, de továbbra is kapus nélkül, hogy legalább létszámfölényben egyek legyenek támadásban, de ez mindig két élű fegyver. Levágódott a falról Rocsa Itt Szabó a képen is volt egy sárgalapos figyelmeztetés is közben amit elkönyvelnek a játékvezetők. Cifra Anita kapja a lapot. Rocsá, megpróbálta becunderezni onnan, de egyfelől nagyon ki volt szorítva, másfelől pedig azért még a levegőben egy picit meg is lökték őt. Elég esélytelen volt, hogy onnan betaláljon. 5-2 tehát a kohásznak, és villámrajtot vesznek a vendégek, mert hogy továbbra is átjáróház ez a védelem, Szala is most már két gólos, csak úgy, mint Kovács. És hogyha ez így fog folytatódni, akkor hát meglehetősen könnyed mérkőzésnek nézünk elébe. Azt mondta Kovács Péter egyébként, miközben egy időkérés is van, hogy a koncentrációban és a motivációban kell változtatni. jöjjenek ki, és ne hat méteren védekezzenek, hanem lépjenek ki, és keményebben faltoljanak, kéri Kovács Péter. És teljes joggal, tehát hiányoznak a megállító faltok, gyakorlatilag rendületből lá, rázúdul a Dunai város erre a meglehetősen gyengécske hatos falra, itt a kisvárdaiak hatos falára, és aztán egy az egyben meg is oldják eddig rendszerint a dolgokat. És azt kérte Kovács Péter, hogy picit menjenek följebb, legyenek keményebbek, határozottabbak, faltoljanak és mindjárt meglátjuk, hogy ez vajon sikerül-e. Egyelőre azonban umánye cég támadhatnak. Itt pedig Szabó Valériát láttuk a közeli képen, és akkor most folytatódhat a játék. 6 perc telt el, 6-2 a Kohásznak. van. Nagyon szép volt maga a keresztmozgás is, és a lövésről már nem is beszélve természetesen. Micsievics. Bocsánat, Tarjányi talált be. Szalai. Kovács kapja tőle a labdát. Dzsukeva próbálja most útját állni a rohamoknak. Nagyon koncentráltan Dzsukeva. Ott a bejátszás, 7 méteres, szépen fordult be cifra, és csak szabálytalanul tudták megállítani, egészen pontosan. Dmitrovics volt az, aki gyakorlatilag végig kísérte ezt az egész történetet. Egy gyors kapuscsere, jön Puskás, és ő sem tud védeni. Kovács harmadik gólja tehát. Pont a kapus feje fölé. Kucserova. Kicsit dadogva jött hozzá vissza a labda. A bejátszás nem jó, de azért nem jó, mert ráütöttek Roche Pereira kezére. Sárgalapos figyelmeztetés. Ha meccsben akar maradni a kisvárda, akkor most a következő 5-10 percben nagyon koncentráltan, hatékonyabban kell támadniuk. A védekezésről már nem is beszélve, de egyelőre ugut, továbbra is véd, a kapufa is velük van, ott a gyors indítás, még mindig rendezetlen az a védelem, és sikerül is végigvinni. Micsijevics! Ez volt az első gólja. Kovács Péter mérgelődik egy sort. Hát van azért még mit bőven csinálni ezzel a csapattal, de hát ne felejtsük el, hogy ők egy alsóbb osztályból kerültek föl. Ahhoz képest ott állnak a bajnokság a tabella közepén. Umányec tovább, aztán csak visszajön hozzá a labda, Dmitrovics nem tudott bemenni, Umányec megpróbálta ellőni a derék mellett, Rocsája a kipattanó, és Oguntője kétszer is védett, és aztán jön az indítás, és megint ott a gól menetrend szerint. Micsijevic megint betalál. Nem tudok más mondani, addig, amíg a védekezését nem teszi össze a kisvárda, nem fog tudni közelebb jönni a Dunai Városhoz, ez egészen biztos. Ugye itt volt a blokkolt lövés, ott a kipattanó, és igazság szerint, miután kifelé gurult a labda uguntőjéről, az alapvonal felét még lett volna idő visszamenni, védekezni, mégsem történt meg. Egy kapufa, ami kimarad, és ezúttal a Kovács nyugalomra inti a többieket, és szépen komótosan jönnek előre. Még mindig ott a gyorsindítás lehetősége, és be is dobják. Marad ben puskás egyébként a kapuban. Ezúttal a bal sikerült gólt szerezni. Rácz Vince Melinda. Nincs most szerencséje, hozzáteszem a Kisvárdának ezekkel a kapufákkal. Ez most a második volt másfél percen belül. Egy eladott labda ismét, és egy újabb zicser. Szalai már három gólos. Az a helyzet, hogy egészen más hőfokon kezdte ezt a mérkőzést a Város és ez meg is látszódik az eredményben. Mind támadásban, mind védekezésben, gyakorlatilag kis túlzással, hát legalább a felét a góljének a kis gyors gyorsindításból kapta. Muszáj volt Kovács Péternek kikérni a második idejét, hogy őt idézzem, elnézést az irodalmi, tehát hülyére fognak minket verni, és ebben tökéletesen igaza van, egy gyakorlatilag átjáróház a védelem. Pár perc alatt kapják folyamatosan a gólokat, és ezt már ő sem nagyon bírta tovább megemészteni. És ugye hiába volt az előző időkérés, hiába kérte, hogy legyenek megállító faltok, hogy hamarabb keményebben vegyék föl az embereket, ebből semmit nem láttunk, és hát kapják egyfolytában az ígyszereket. Tarjányi kezében a labda, nézzük, hogy ez az időkérés, ez segítette valamit. Rocha Pereira. van. Umanyec. Tarjányi bent a falban közben. Jönnek a keresztmozgások, visszajön Umanyechez a labda. Dmitrovic nem merte elvállalni, talán majd most. Megint eldobják. Nem, igazából senki nem mer fölvállalni bizonyos helyzeteket, közben Dávid Azari indult meg a jobb szélen, csak éppen pont középre dobta a labdát. Kucserova, Umanyec, beviszi a sűrűbe, kucsarova, le a szélre, de közben már elvették a játékvezetők lépés miatt a labdát a Kisvárdától így aztán csalódottan kell visszafutnia mindenkinek. Dávid Azari, ő is ellépi. Most egy percen belül két rossz megoldása is volt Dávid Azari Fruzsinának. De hát az is biztos, hogy ő ennél tud sokkal, de sokkal jobban is játszani. 11 perc telt el, és 11 gólt dobott a Kohász eddig Kisvárdán. Az is sok, de hát a három dobott az meg nagyon kevés. Umányec! És továbbra sincsen szerencsük, ez a harmadik olyan lövés volt, ami a kapufáról kifelé jött, és nem pedig befelé. Azért ez is demoralizáló lehet nagyon. Védekezés az továbbra sincsen. Azt kell, hogy mondjam, cifra is betalál. Hozzáteszem, hogy Oguntője hozzáérte ez a labdához. Bízik. Humanyec. Indulnak a keresztmozgások. Nem volt rossz elképzelés. le a szélre. Nagyon kiszorított helyzetben, persze, hogy a kapufa volt megint, ami kisegítette a Dunaújvárost, ráadásul utána belépett egy játékos. Úgyhogy megint jöhet előre a kohász. Dávid Azari. És akkor most megállnak, és elindul a játék. Most már nem rohannak tovább. Ha bedobják, akkor tíz van közte. Ami 12 és fél, 13 perc alatt 10 gólos különbségre elmenni, az nem semmi. Szalai. Érkezik Kovács, be is dobja. Négy gólos ezzel Kovács Anna. Kovács Péter most már higgadt abban nézi a dolgokat. Micsijevicset kiállította a játékvezető kettő percre. Ember előnybe kerül a kisvárda. Hát ha valamikor, akkor most itt a lehetőség, hogy egy picit kozmetikázzanak az eredményen, hogy elinduljanak fölfelé ember előnyből, hát ha tudnak gólt szerezni. Ez lelki szempontból nekik nagyon-nagyon fontos lenne, de továbbra sincsen gól. Szalai pedig két kezét a levegőbe emelve, ünnepelte ezt, Dmitrovics próbálkozott. Hát nincsen könnyű helyzetben, Kovács Péter egyáltalán nem irigylem. Próbálma nyilván cserélni és megnézni azt, hogy melyik az az összetételű csapat, amelyiknek van valamennyi tartása a pályán. Dávid Azari futott keresztbe. Szalai, jön Kovács megint. Szalai. Tovább passzolt a Hermány is a labdát, mint ahogy most kapja. Dávid. Kovács bele a blogba, és a kipattanó az most a kisvárdái szépen védett puskás. Ráugrott tulajdonképpen Umanyec a védőfalra, természetesen megkapja a szabad dobást. és Umanyec irányít, most középen bízik. Na most indulnak a helycserék, Umanyec, ez sincsen bent. Ugye, hogyha az idegen légiósok nem dobnak gólokat, akkor nyilván a fiatal magyar játékosok, jelzem, megint a kapufáról ment ki, nyilván a fiatal magyar játékosok még jobban elbizonytalanodnak esetleg a kisvárdában, mert hozzá vannak szokva, hogy Migovics, hogy Rocsá, Dmitrovic, hogy Dmitrovics, hogy Umányec, Kucserova, ők lövik a gólokat. Vukajevics például, hát most ők sem. Tíz másodperc múlva kiegészül egyébként a Dunaújváros. Belefér, Hermány kicsit könnyedén lőtt el. Na nézzük, hogy esetleg Umányecnek sikerül-e bármit most csinálni. Visszatérve termány lövésére, ilyen előnynél még ez is belefér, bár nyilván Zravko ennek nem fog örülni. Lévai, szintén bent a pályán, és érkezett Gedroit is a kisvárdába. Kicsit még melegíti a vállait. Most éppen nála a labda. Tovább passzolja Lévai, le a szélre, ott nem lehet betörni most, bízik és egy nagyon szép lövés Gedroittól. Beállt, és rögtön góllal mutatkozott be, mégpedig talpról úgy futtából előtte, elég lehetetlen ütemben. Kovács. Szalai. Kovács megint. Szalai meglátta a részt a falban, és megpróbált belemenni, csak éppen belemenés lett belőle. Ezzel a lövéssel Oguntőjén nem fognak kifogni. Lévai fut vissza. Nem volt igazán előkészítve ez a lövés. Szalai mutatta a többieknek, hogy mit kell játszani, majd melyik figurát támadásban. Kovács. Egyelőre megjáratják fönt. Szélső most mozdul el keresztbe. Szalai, Kovács. Fölélőtte. Zdravko Zovko rendeli már is vissza őket védekezésben, de eladja a labdát a kisvárda is. Roce Pereira hiába ment. elnézés is kért tőle Puskás. És Zdravko Zovko az, aki időt kér. Most azért volt néhány elszórt labdája a Dunaujvárosnak is. Nyilván ennek szól az időkérés. és nem véletlenül ez Zovko egy picit nyugodtabb játékot kér tőlük, hogy jobban játszák végig, mert most valóban néhány előkészítetlen lövés volt az előző pár támadásban, itt pedig Puskás közben, aki a 7 méteres vérése után, mármint hogy beállt, ugye becserélték, hogy védjen egy hetest, bent ragadt a kapuban. Támad tehát a Dunaújváros város ismét. Kovács. Szalaival váltottak egyet, visszakerül Kovácshoz a labda, hogy a forgásra hívta föl Zofko a figyelmet, és eladják a labdát, ebből lehet indulni, lesz-e belőle gól? Igen, bízik. Bízik Boglárka nagyon határozottan végigvitte és góllal fejezte be ezt a gyors indítást kovács közben. Szalai azonnal jön rá a válasz. Micsievics. akit az imént kiállítottak, most már három gólnál tart. Gedroit! Bízik. Gedroit az előbb nagyon szépen lőtt egy gólt, és most is ugyanezt teszi. Na, hát úgy tűnik, hogy a kisvárda megtalálta a góllövő játékosát, Maria Gedroit személyében. Közben volt egy gól a másik oldalon, és egy sárgalapos figyelmeztetés is. Cifranitának elkönyveljük a gólt. nagyon szép volt a bejátszás, és ugye meglökték, ezért volt a sárgalapos figyelmeztetés. Íme. De legalább kikerült a 10 gólos különbségből a Kisvárda, és ezt most tovább faraghatja, hogyha gólt sikerülne dobniuk. Nem is egyszerűséggel lerántották a Kisvárdai játékost, Lévait, Gedroit, Bizik, ott nem nagyon volt hely egy ilyen passz véghez, viteléhez, de szerencséje van a kisvárdának, visszafújják a bírók, Tarjányit üthették meg, Bizik, ott megnyílt most egy pillanatra a fal, Bizik észrevette, próbált bemenni, és az lesz a vége, hogy kap egy 7 méteres belülvédekezésért, tehát a Kisvárda dobhat majd büntetőt. Szalai volt a ludas. Ugye Micsijevics volt, aki rálökte tulajdonképpen. És ott van a harmadik gólja Gedroitnak. Az, hogy ő beállt és dobott három gólt, gyakorlatilag villámgyorsan pár perc alatt megdublá, megduplázta a kisvárdai gólok számát. És ez valószínűleg lelki szempontból jót tesz nekik. Nem mintha nagyon izgulnunk kéne a mérkőzés szorossága miatt. Ó, próbáltott visszafordulni Kluiber a rövid sarokra, és ilyen lehetetlen helyzetből lőtte el a labdát, de mégis bement. Nagyon szépen csinálta Itt egy az egybe megoldja, és a kapus lába között ment el a labda. Hát, amit sosem szeretnek a kapusok. Bízik. Gedrolit kapja rocsától a labdát. Még egy el tovább, Lévai, ott van megint üresen a hely, ez is egy 7 méteres. Nagyon, ez most szép játék volt, végre volt türelme a kisvárdának, és hite végig játszani úgy a labdát, hogy mindig volt egy olyan ember, aki lemaradt, és ezt szépen tovább lehetett osztani. Egy újabb 7 méteres a vége, és érkezik Mária Gedroit megint. Eddig gyakorlatilag, amit rádobott a kapura, bement. Ez is. Hát ő most az egyszemélyes hadsereg. A kisvárda gólyainak a felét ő dobta. ezúttal Karnik a jobb átlő helyén a koházban. Most vinné be középre a labdát jobban. Kap egy szabad dobást. Micsievics. Karnik a földön megint. Kétségkívül ez is falt volt. Egy apró pontatlanság a visszajátszott paszban, Micsijevics. Két kisvárdai játékos is bekerült a hatoson belülre. Ez mondjuk Ráczvincét nem nagyon zavarta meg, aki megkapta végül a De hát Itt, tovább passzolta egyébként Takács, ez volt az a mozdulat, hogy befelé fordult, amivel gyakorlatilag belökte a háta mögött álló két védőt. Gedroit. Ott az újabb gól. Immár öt gólos, és ő a mérkőzés legeredményesebb. Eddig Kovácsnak volt négy gólja a Dunajvárosban. Most már a kisvárdai játékos mondhatja el ezt magáról, és közben Puskás védett egyet. Ezdravko Zofko pedig elkezdett mérgelődni. 17-9, tehát bízik Boglárka kapott egy sárga lapot. Gedroit. Bízik. Vissza a labda, és nem sikerül lévainak visszafordulnia. Ott van az Itzer a másik oldalon, és egy óriási puskás védés. Nincsen tehát újabb gó, Rácz Vince egy kicsit elkönnyelműsködte talán ezt és ebből aztán kapnak egy gólt, bízik révén, kezd magára találni a kisvárda, bár még mindig 7 gól a különbség, hát ezt illet volna belőni, ezt az iccert, ez meg nagyon szép volt. Nagyon izgulni valója persze a kohásznak, nincsen 7 gólos előny birtokában, de az kétségtelen, hogy a kisvárda most az elmúlt percekben néhány nagyon szép támadást itt véghez, és Gedrőjét ott külön ki kell emelni a maga őt góljával. Itt van rá a válasz, Szalai. Ő is most már négy gólos. Ugye Kovácsnak van négy gólja, és Szalainak a Dunai városban Rácvincének és Micsievicsnek három-három. Bíziket faltolták le. Nulla támponton van mondja Oguntoje a védőknek. Most azért többször átlőtték ott a hatos és a 9-es vonal közötti területről ezt a falat. Bízik Gedroit. Most már jobban kilépnek rá. De ez nem nagyon zavartatja. Hiába lépett oda Rácz Vince, meg van a hatodik gólja. De nyilván elmondták, hogy most már tessék rá oda lépni, ne lődözze a, a gólokat a kisvárdából jó csak ő talál be. Most ehhez képest, hogy Rácvincét megkapta, ment tovább, lerázta magáról, hiába ütötték arcon vagy szemen, és lőtt egy újabb gólt. A 11-ből 6-ot ő szerzett. Hornyák is bent most a Dunai városban a pályán, ő nála a labda, ő irányít. Karnik, Micsijevics, kap egy szabad dobást, Kevesebb, mint 5 perc van hátra az első fél időből. Egy nagyon könnyed kezdés, az első 10-15 percben gyakorlatilag nem volt a pályán a kisvárda, és aztán onnantól kezdve, hogy Gedroid bejött és elkezdett lődőzni gólokat, egy kicsit jobb lett a dolog. Rocsa közben! Az első gólját szerzi Samira Rocsa ezen a találkozón, és 6 góra följön 10-ről a kisvárda. Zofkó magyaráz közben cifrának. Lehet ebből még egy szorosabb második félidőn azt gondolom. Maria Gedreit közben kiállították kettő percre. Ez most nem jött jól a kisvárdának, éppen felzárkózóban van Karnik. És ott állj, eladják. Ketten mentek a bal oldalon, Bízik, illetve Rocsa, és ahelyett, hogy egy picit Szabó visszafogta volna talán a tempót, eladta a labdát pedig, ember hátrányból dobhattak volna gólt, ami nagy fegyvertény lett volna a Kisvárdától, és azzal föl tudtak volna jönni öt gólra. Karnik le a szélre, és az ott góllal lett befejezve Kluiber. Két gólos ezzel. Így aztán megint hétre hízott a különbség, ahelyett, hogy föl tudott volna jönni ötre a kisvárda. És még mindig egy percig ők ember hátrányban. Bízik. Bízik még. Tovább kellett volna ide tenni a labdát Umányecnek. Ő volt üresen. Umanyec. Ez bizony belemenés volt. Cserél közben a Dunói város is. Ahol továbbra is Hornyák irányít. Karnik. Micsijevics től jött vissza a labda. Micsijevics még ezúttal nekik is a kapufáró kifelé pattant a labda, de volt közben egy szabálytalanság is. Szabó ballag le, és kap egy két perces kiállítást. Ott kilépett Micsievicsre, és le is rántotta azzal a lendülettel. Hát nem könnyíti meg egyébként a maga dolgát a várda, hiszen egymás után kapja a kiállításokat. Még négy másodpercig kettős ember hátrányban vannak. folyik tartanak rövid megbeszélés, miközben itt meg Smíd megy le a padra. Négy mezőnyjátékos van most bent a Kisvárdában. Pár másodperc múlva egy visszajöhet. És Eszter pedig kapott egy kétperces kiállítást. akkor még valakinek le kell menni, így van. És most három kiállítás a Kisvárdánál, és ennek ellenére a Dunajváros nem tud betalálni három mezőjátékossal szemben. Most egy visszajöhet, úgyhogy most már csak kettős ember hátrányban vannak. Hát ezt az ígyszert illet volna bedobni. Hihetetlen nehéz pillanatok most a Kisvárdánál. Hármas emberhátrányban voltak. És ez a kettős emberhátrány pedig gyakorlatilag egyszerre fog majd lejárni pár másodperc különbséggel. Bízik. Így goldobni az hatalmas bravúr lenne. Egyelőre annyit tudnak, hogy egy faltot kierőszakolni valahogy. Gedroit irányít most. Umanyecet fogják meg a mezénél fogva. Ó, micsoda gól! Megetették az egész Dunai városi védelmet ezzel a szabaddobás variációval. Umanyec. Hát ezt érdemes lesz majd Esetleg megnézni többször is, ha van idő, de mindenképpen a mérkőzés egyik legszebb pillanata, abban egészen biztos vagyok. Mindenki arra várt, hogy kifelé passzolják a labdát, Elija gyorsan megfordult egy félfordulattal, umányát és ott volt a gól. Le a szélre. Itt is van egy találat. Kruiber, és most már három gólos, mind a hármat a szélről szerezte. Most jött vissza az egyik kiállított játékos, és kettő másodperc múlva a másik. Úgyhogy kiegészült a kisvárda, túlélték a hármas kiállítást és a hármas emberhátrányt. Jedroit, most nem volt szerencséje, és ebben a pillanatban véget is ér az első félidő. Meggyőző Dunai Városi fölény, gyakorlatilag az első pillanattól kezdve. Hét gól most az előny, de volt ez tíz is. A kisvárdának voltak nagyon jó pillanatai Gedroit révén elsősorban, de alapvetően a kohásznak a győzelme egy pillanatig nem forog veszélyben. Meglátjuk, hogy a második félidőben történik-e változás e tekintetben. És valóban hamarosan jön majd a második félidő. Hét góla Dunai városnak az előnye. Én megmondom őszintén, hogy abban nem vagyok biztos, hogy a Dunajvárost kell megvernie a biztos bentmaradáshoz a kisvárdának. Azért a Dunajváros az valóban a magyar élcsapatok közé tartozik. Nyilván azokkal szemben kell kivívni a bentmaradást, akik most mondjuk mögöttük vannak. Jó néhány csapatot felsoroltam a mérkőzés elején. Ezzel együtt, hát persze tévés meccs és a Dunajváros ellen biztos, hogy szeretnének egy kicsit közelebb kapaszkodni, de akkor nem lehet így kezdeni egy mérkőzést az első negyed órát végig a ludva. Közben egy újabb betörés, Kovács pedig megint gólt És ami még nagyon fontos, és ami egészen biztos, hogy ugye Kisvárdán nagyon szeretik a sportot. Közben egy befordulás, és nem tudja a rocsa belőni, szóval nagyon szeretik a sportot. Épül az új stadion, épül az új kézi csarnok. Tehát nagyon szeretnék itt uh, megerősíteni a csapatokat. Mind a két csapatról beszélek, most közben egy újabb találat. És uh, ehhez persze az is kell, hogy Bent maradjanak az első osztályban. Jelenállás szerint, és most teljesen függetlenül ettől a mérkőzéstől, és ezért mondtam, hogy nekik nem a Dunai várost kell megverni, jelenállás szerint erre óriási esélye van a kisvárdának, és akkor hosszú távon tudnak nyugodtabban dolgozni, igazolni. Ugye hallhattuk Máté Fiesztert, hogy e, pár napjuk volt csak az igazolási szezonból, és nem nagyon tudtak magyar játékost hozni. Ez biztos, hogy a jövőben, ha bent tudnak maradni, akkor ez nem így lesz. Na egy gyors indítást közben Oguntöje és rosszul jött ki Puskás a kapuból, Rácz Vince pedig belövi az ötödik gólját. Igen, hát azt magam sem vártam, hogy a Dunai Város visszavenne a tempóból, hiszen miért is tenné, a rohanással tudott elmenni az első 10-15 percben a Kisvárdától, és minden egyes ilyen gól az demoralizáló lakhat egy csapatra, ezt higgyék el nekem. És megint közte 10 a különbség, tehát egy picit bent maradt megint az öltözőben a Kisvárda. Három gólt kaptak, és még nem telt el két perc a második fél időből. A labdaszerzés megvolt, csak éppen előtte volt egy szabálytalanság. A cifra pacsizott le középen. Bízik, dmitrovics jön vissza a labda, sőt, még hozzáért Vukojevic is lent a szélen. Vukojevic megint nem dobja be. Fut vissza Vukojevic közben. Hát ez nem volt egy ideális szög, maradjunk annyiban. Úgyhogy továbbra sincsen kisvárdai gól, ellenben a negyediket lőheti már a második félidőben a Dunaújváros. Puskás továbbra is a kapuban. Szalai. Nagyon szépen láttam meg, hogy üres a szél, és azt csak be kell fejezni tulajdonképpen. Megint egy remek játék volt. Rácz Vince nagyon belejött a gólgyártásba. Hat gólos, utolérte Gedreit ott most ketten ők a legeredményesebb játékosok a mezőnyben. Egy innen ebből a csapatból, egy a másikból. És a gólpassz a Szalainak az érdeme. Zravko Zovko elsősorban azt gondolom, hogy őt tapsolja, mert ő vette észre, hogy üres a baloldal. dmitrovics jön vissza a labda, középre. Bukajevics. Dmitrovics tovább egyel. Rocsa onnan nem fog tudni föllépni. Tarjányi bent a falban. Szabálytalankodott közben. Micsijevics. Cifra is ott volt persze ott ketten zuhantak a nyakába a kisvárdai játékosnak tulajdonképpen, bízik, lövőcsel, ott a szélen az üres helyzet, és Fukjavic nem tudja, Berőd lehet, hogy nem is ő volt az, Lévai hagyta ki, azt nem mondom, hogy zicser, de azért ebből a szögből már láttunk gólt szerezni, itt a másik oldalon pedig egy oldalháló, azért továbbra is vannak hibák mind a két oldalon. 11 gól a Dunaújváros előnye. Ez gyönyörű volt, mint a joguntai védése is. És ott van az indítás, amit bedob Rácvince, immár hét gólos, és egyedül egy szemében ő a mérkőzés legeredményesebb játékosa ezzel. És hát megint miről van szó, Kovács Péternek muszáj időt kérni, el fogja mondani, hogy gyerekek, lányok, hát azt kértem, hogy ezt így ne. Hogy jöjjünk ki a második fél időre, és egy picit legyünk keményebbek. Hát igen, hogyha bedobták volna az ittszereket, akkor nem így állnának, de hát ez az egész mérkőzésen végig kíséri őket. És Kovács Péter, hát nincsen könnyű helyzetben, ő ugye a tagja volt annak a 86-os VB ezüstös csapatnak, Debre Viktorral, Gyurka Jánossal, Hoffman Lászlóval, Iváncsikkal, Kontrával, Marosi Lacival és a többiekkel. Most csak így fejből mondtam, remélem nem sok mindenkit hagytam ki. Még Imre is ott volt a csapatban. És ugye világválogatott is volt, nagyon sokáig Németországban dolgozott, Magyarországon, Szegeden dolgozott, most legutóbb a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál volt, és onnan került most át Kisvárdára, és ahogy ő fogalmazott, az első szóra igent mondott. Bízik. Egy helycsere szabóékkal, bízik megint. Pontatlan volt a keresztlabda, bele tudtak érni. Tarjányi kérte volna benne a labdát, de nem tudták beadni neki. Bukojevic pedig eladja, ez lassan passzív lesz most már. Igen, fönn is a játékvezető keze. Szabadobás. Dmitrovicsot segítették föl a kohász játékosok. A félidei statisztikákat nézve egyébként a védés hatékonyság azért mind a két kapusnál meglehetősen alacsony volt. A 30%-ot sem ért el, ami azért nem túl jó adat. Maradhat a labda a kisvárdánál, eléggé kétségbeesett próbálkozás volt ez lévaitól, de hát félig estében nem tudott nagyon más csinálni ezzel. Ennyi volt a kisvárdai támadás. Jöhet a Dunaújváros a új, mekkora gólt Kapufa, kapus háta, és úgy be a kapuba. És puskás le fog jönni, úgyhogy jön vissza Dzsukeva. Vélhetőleg. Ez az abszolút pech. 26-13. Itt az első gól. Pont azt akartam mondani, hogy több mint 6 perc eltelt, és még nem született gól kisvárdai oldalon, és abban a pillanatban megtört a jég. Dmitrovics az első gólja a meccsen az idegen légiósnak, és az első gólja a második fél időben a kisvárdának. Aguntai arcáról azt lehetett leolvasni, hogy hát, ez belefért. Hosszú-hosszú gólcsend tört tehát meg. 12 gólos kohász előny. A mérkőzés végkimenetele szempontjából izgulni valónk sok nincs. Szalai. Micsijevics hátrafelé passzolta a labdát, de szép volt, hogy bement Kovács. A nehezét megcsinálta, azzal a testcsellel elküldött két embert három felé, és aztán a végét nem tudta bedobni. Bízik. Nagyon jó labda le, rocsa! Két gólos rocsa Pereira. Remek labdát kapott, és Dávid Azari Fruzsina pedig tudta, hogy fölösleges vele szemben szabálytalankodni. Micsijevics. Szalai. Megnézte, hogy visszaadja el de aztán oldalt váltott. És egy szép védés Dzsukevától. Megfogta Szalai lövését. Bízik. Mekkora labda volt be oda a középre, és egy nagyon szép gól. Dacár annak, hogy a Kisvárda ezt a meccset nem fogja megnyerni, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Van néhány nagyon szép megmozdulásuk. Ez egy zseniális labda volt. Viszont szóval ehhez kell önbizalom, hogy valaki így tudjon passzolni. Dzukeva közben bent a kapuban. Szalai. Elfutonna a Rácz Vince, Kapott egyet ütközés során. Van belőle gól, de a játékvezető természetesen megállítja a játékot. Rácvince Melinda, ahogy futott keresztbe, ott ütközött egyből földre rogyott. A játékvezető érdeklődik nála. A homlokát, a szemöldöke fölötti részt fogja Rácz Vince. Hát lehet, hogy ebből holnap monokli lesz. Itt már a vége van, csak sajnos. Magát az ütközés nem láttuk. Schmid volt szabálytalan, vagy hát ő állította meg így rácvincét. A lassításból ez derült ki, és le is kell vinni, ápolni. Hát az ott be fog neki dagadni, be is fog lilulni holnapra. 27-16 a várdai szurkoló tábor. Dmitrovics. De szép volt. Azt a mindenit. Bízik. Hát ő bízik magában, ez kétségtelenül így van előbb azt a gólpassz, most pedig nagyon szépen, az más kérdés, hogy megint szétnyílik a védekezés, így aztán Szalai az ötödik gólját dobja. De mi legalább látunk néhány nagyon szép jelenetet, nagyon szép gólt, ez valóban szépségdíjas volt például. Szalai, Micsijevics, Kovácsakat fönt. Ő is kapott egy ütést a szájára. Micsijevics. Kovács, Micsijevics. Szaggatottról lőtt el, úgyhogy meglökték őt. Minden esetre dzsucába fogta a lövést. És nézzük, hogy a kisvárda tud -e egy gyors indítást. Csinálni. Nem. De van egy kettőperces kiállítás, úgyhogy ideiglenesen nem, azt kell, hogy mondjam. Molnárt küldi le a játékvezető. Ember előnybe kerül tehát a kisvárda. És ebből lesz egy hetes is. Nem, nincsen hetes, csak kiállítás volt. Lejött a kapusta egyébként a kohásznak, hogy támadásban egyenlő létszámban lehessenek fönt a pályán. Micsievics, Kovács, szalai le a szére, szalai, ott nem tud ellőni senki mellett. Micsijevics hátra teszi Kovács. Szép védés Dzsukevától. Dmitrovics bízik tovább. Megint le a szére, de ott már volt egy belemenés. Gedroit, aki hat gólig jutott az első fél időben. Jó volt, aki egy szemében tartotta a lelket tulajdonképpen a Kisvárdában a csapat góljainak a felét tulajdonképpen ő dobta. Itt a második fél időben egyelőre nem talált még be. Szalai. De szépen viszi végig, és lő egy kapufás gólt. Remekül ismerik fel a Dunai városi játékosok egy az egyben a szétnyíló falban rejlő lehetőségeket. Ez is szépségdíjas gól volt, elsősorban a helyzet felismerés miatt. Vukojevic, visszajön a labda a szélről, Zdravko Zovkó a tehetném a védekezni, és annyira ott van a vonalon. Dimitrovics, szép lövés! És borzasztó hálása, kisvárdai közönség minden egyes találatért. Várj Jött és talpról előtte. Lassan a második fél idő feléhez érkezünk. Dávid Azari passzolta tovább a labdát. Micsevics. Ott nem lehetett egy ilyen passz véghez vinni. És majdnem visszaszerzi Dávid Azari ezt a labdát. Vagy futott vissza, mert kicsit dadogott ott a várdai játékosok kezében a labda. Gedroit. Dmitrovics. Továbbra is bízik irányít. Bent a falban Szabó. Gedroid, csak lövőcsel. És megtámasztják a levegőben Dmitrovicsot jár a szabad dobás. Szabó végezte el, aztán megy vissza oda be a húsdarálóba. Bízik. Gedroit. Újabb szabad dobást kapnak. Oly, oly mekkora gól volt! Dmitrovics. Ma ezen a mérkőzésen a kapufáknak kitüntetett szerep jut. Vagy róluk jön ki a labda, sok esetben az első fél időben, és nagyon sok olyan gólt láttunk, ami kapufás gól. Úgyhogy megint tíz a különbség, de mire ezt kimondom, addigra újabb Kovács betörés. ő is most már hat gólnál tart. Van jó néhány remek egyéni teljesítmény egyébként a Dunai város csapatában. Itt pedig egy emelés, vagy egy ívelés. Vukojevic. Egy ejtés. Megvan a szó, amit kerestem. Micsijevics. Azarinak akarta beadni a labdát, aztán rávetődött Micsijevics. Bízik szerzi meg, ott megy a bal szél, lehet indulni, két várda is bent középen, de gyorsan jönnek az újvárosiak is vissza, ennek ellenére Dimitrovics újabb gólt szerez, sikerült megtalálni azt a játékost, aki egyedül volt bent, és ezzel Dimitrovics négy gólos. Kicsit nehezen épült föl ez a gyors indítás, de csak sikerült a végén szépen befejezni. Fú, Zofkó mester ideges. Tizen belőre került a kisvár, és annyira tudtam, hogy ez lesz belőle, az Ráfko Zofkó időt kér. Nem szereti az ilyen hibákat. Megtörtént tehát a Dunai Városi Időkérés. Félig meddig belehallgathatunk abba, és hogy Kovács Péter mit mond a másik oldalon. Attól, hogy kikapnak, ettől még jó a hangulat, kisvárdám. Nagyon döcsögősen indult nekik a második fél idő. 6 percen keresztül nem tudtak góldobni, de azóta dobtak hatot. És ott van a következő bízik gól. Most már ott egy mosoly is ott volt a, szög, a szája szegletében. 22 gólnál tart, tehát 9-et dobott most már a második félidőben a Kisvárda. És megint egy Dunajvárosi Pontatlanság, amiből ott a gyors indítás. Nagyon fölé. És hogyha nem lett volna a kisvárának, mondjuk az az első negyedórás üres járata, meg a második félidején az a 6 perces üres járat az összesen már több mint 20 vagy 20 perc környéki, akkor mennyivel szorosabb lehetne ez a mérkőzés, hiszen most már csak 7 a különbség szabó újabb góljával. És abban is biztos vagyok, hogy hiába nyeri meg a Dunai Város ezt a mérkőzést, Zdravko Zovko nem lesz ezzel elégedett. Fog benne hibát találni bőven. Szalai Kovács óriási energiával ment rá a falra, két ember is alig tudta megállítani. Szalai. Kovács. Termánytól jött vissza. Kovács nagyon szépen csinálta. Az első az csak lövőcsel volt. A második az már gól. Rácz Vince is 7 gólos, és Kovács is 7 gólos a Dunai városban. Bizik, Dmitrovics, nem lett volna rossz elképzelés, ha nem esik igedről kezéből a labda, így viszont egyszer a másik oldalon, Szalai, és azért a végén Molnár megoldja. Majdnem úgy tűnt, hogy elrontják a gyorsindítást az újvárosiak is. 19. percben járunk, Umányec is ismét bent a pályán, Dimitrovics, kiütötték Szabó kezéből a labdát, sőt, még az is lehet, hogy a kezét is megütötték közben, sőt, nem lehet, hanem biztos. Dimitrovics, Umányec. Dmitrovics, de szépen lőtt el. Pont a másik irányba mozdult el Oguntoje, mint ahova várta volna a labdát. Vagy ahova jött a labda. Szalai. Még estében megpróbálta begyötörni valahogy középre, nem jött össze. Szabad dobás. Termány. Szalai. Most indult el cifra keresztbe. termány egyelőre messze még a kaputól, a szaggatottnál, és onnan lövi el, de úgy, hogy fogja gyukeva, és a kipattanul pedig a várdáé. Gyorsan hozzák ki a labdát, és megint eladják. Ezúttal dudás próbáltod a becsempészni a beállónak. Itt van közben egy ittszer a másik oldalon, ez már bent van. Kovács újabb gólt szerez, immár a nyolcadikat nem hagyta magát. Ott volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy esetleg akár szabálytalanság árán is, de meg tudják állítani, de ő ment tovább. És neki lett igaza. Bízik. Umanyec. Szabad dobás. Mitrovics. Csak megnézte a jobb szélt magának. Umanyec. Még egyel tovább. Próbál bízik lefordulni, megtalálni valahogy a részt a falban, nem jött össze. Umanyecsel szemben szabálytalankodnak megint. játékvezetők megállítják a játékot. A szabad dobás. Fönt a kezük, tehát passzív lesz, és fölé lövi Dmitrovics. Belül az utolsó 10 percben most már. Kluiber a képennek is volt három gólya a szélről. Érkezik közben Takács beállónak. Szalai mozgatja fönt a csapatot. Kluiber, elindul keresztbe. Nagyon szép. Szabaddobás lesz a vége. Takács nem tudta góllal befejezni ezt a támadást, de maga a támadás variáció, a mozgások nagyon szépek voltak. Termány. Szalai elvesztik a labdát. szalait, kettő percre kiállítja a játékvezető. Ez már nem most nem szoroz egyébként a meccsen. De itt a lehetősége a Kisvárdának, hogy egy kicsit közelebb zárkózzon. Csapó közben, Csapó kira bent a Dunói város kapujában. Gyerünk, Csajok kiabálta. Mitrovics, kapufa. A kipattanó, az a kohászé. Termány, Hermány. Hornyák irányít ismét az újvárosiaknál. Molnár visszamegy inkább a helyére. Hermány. Hornyák. Azért az elég komoly lerántás volt. Gindeli került a földre, a derekánál fogva. Nem karnik volt, az igen. termány. De szépen csinálta. Ő is feliratkozik a góllövők közé, hogyha jól számolom. Igen, az első találata. Öt lövése volt eddig, de csak ez az első gól, mondta. Dzsukev a lába között ment el a labda. Dimitrovics, 7 méteres. És jogos. Molnár gyakorlatilag rátolta a másik játékosra a betörő várdait, és akkor jön Gedroit, aki 7 gólnál tart eddig a mérkőzésen, dobott hetest az első félidőben, az bement, és ez is. 10 lövésből 8 gól. Termány. Molnár. Hornyák. A lövését fogja Dzsukeva. Dmitrovics. És most megállnak. Nem sikerült gyors indításból gólt szerezni a várdaiaknak, úgyhogy inkább jöjjön a játék. 6 perc van még hátra a mérkőzésből, és jön Gidai a hazai csapatban. Ő lesz az irányító. Mitrovics, nagyon nagy gólt lő. Hát ha hagyják lőni, akkor ő azért nagy százalékkal belővi ezeket a helyzeteket. És ismét Dzsukevának van egy hatalmas védése. 34-26-os Dunói városi vezetésnél. Vukajevicsé a kipattanó. Molnár pedig fájlalja a vállát még az iménti esést követően. Kicsit még mozgatja a vállizületét. Gidai. Ezúttal Dmitrovics nem tudott kifogni. Csapón. egy újabb kapufa, de hát ezen már meg sem lepődünk ezen a találkozón. Ez volt csapóvédés, ez pedig a kapufa, amelyet Karnik lőtt. Mitrovics. Csapó remek ütemben érezte, és hogy hova kell lépni, és milyen irányba. Megy a gyors indítás, Molnár! Ez biztos, hogy szabálytalanság volt egyébként vele szemben. A láb. Mert hogy nem magától esett el az egészen, biztos Molnár. Közben peregnek a másodpercek. Zdravko Zovko pedig kezében a kis időkérő táblácskával továbbra is mondja a magáét. Dmitrovics fölé lövi. Bekiabált Zofko csapónak, hogy nyugi-nyugi, nem kell fölösleges kockázatot vállalni egy indítással, ha az nem jön be. Takács, most ő a beállós. Hornyák, Ebből lesz egy időkérés, ugye nem véletlenül volt ott Rafko Zovko kezében az időkérőt jelző kis zöld táblácska, ki is kéri. és még a visszafutás gyorsan tette a végén hozzá az Ofkó mester. Jöjjön tehát akkor a kohász támadása. 3,5 és fél perccel a mérkőzés vége előtt. Eddig 14 gól dobott a második félidőben a Dunaújváros, és 13-at a Kisvárda. Mire kimondom, Molnár betalál. Vízig került a földre, szabad dobás. Mitrovics. Gidaival egy helycsere. Ez pedig mellé megy, hiába próbálkozott Gedroit. A fiatal csapó Kira továbbra is jól véd bent. Hornyák. Megvárta, amíg megérkezett Takács Akinek oda teszik a lábához a labdát, és pont ez a baj, hogy a lábához ért. Üres a kapu, és kapufa, mi más? Nincsen tehát kisvárdai gól. Ez ma itt a kapufák meccse. Hornyák, jó bejátszás, és ott a gól. Takács. Az első találata Takács dusmátának egészen elképesztő, hogy mennyi kapufa van ezen a találkozón. Gidai, jön Rocsá, Dmitrovics, Giedroit, szaggatott ról, és talpról lövi el. A kilencedik gólját szerzi. 13 lövése van, ebből 9 gól. Az első félidőben még jobb volt ez a statisztika, ott ugye eleve 6 jutott már el. Volt egy olyan periódus, amikor gyakorlatilag mindegy, hogy mi, bármi, amit ő rádobott, az gól lett. Hornyák. Ő is megpróbálja itt talpról ellőni. Dzsukeva azonban véd. Egy egyszer a másik oldalon ott a gól kisvárdai részről. Héjas! Takács! Termány! inkább visszaforgatja erre az oldalra, de nem jött jól kézre a labda sem hornyáknak, sem pedig lent Molnárnak. Na még vajon megdobja a 37. gólját az újváros? Igen. És ez azt jelenti, hogy még beleért csapó ebbe a lövésbe, hogy kialakul a végeredmény nagyon maga biztosan, nagyon simán végigvezetve ez a találkozón, vagy ezen a találkozón győzött át a Dunaújváros, és azt viszont el kell mondani, hogy a Kisvárdának voltak nagyon komoly hullámvölgyei, főleg az első félidőben és a második félidő elején, de a Dunaújváros is azért kiengedett néha a koncentrációból, ezzel együtt ez egy könnyed győzelem volt nekik. Nyilván mind a két oldalon van olyan, amiből lehet építkezni majd a jövőre nézve, az értékelések hamarosan következnek.